Polgármester úr, Heréden hogyan élték meg ezt a tegnap esti, mondjuk úgy, bűz mellé társuló tűzkrízist? Kifejezetten fel voltak háborodva az emberek. Én magam is, mikor észleltem, mentünk ki a falu szélére, és kerestük. Először megijedtem, hogy Heréden van valami tűz, de a falu szélére, amikor kiértünk, egyből tudtuk, hogy ez csak a pernyahányó lehet. Olyan sűrű, fekete füst áradt onnan, és gyakorlatilag ilyen félkör ívben Heréden csapódott le az egész. Borzalmas volt maga a füst is, de ez egyértelmű, hogy a szag is jött vele. A legnagyobb problémát abban látjuk, hogy eddig szagoltuk a bűzt, főleg a bűzt, és most még ez is. Azt is el tudom mondani, hogy többször jelentették már lakók egyébként, főleg akik így gyakorlatilag rálátnak erre a szemétlerakó, nem is tudom minek nevezzem, hogy ez már nem az első eset, egyébként többször volt ilyen. Ilyen nagy méretűre még nem emlékszünk, de többször volt ilyen. És az embereknek az a véleménye, hogy lehet, hogy nem is véletlenül gyulladt ki az a bizonyos anyagok, amik ott le vannak rakva. Feláborító, egyszerűen ezt nem tudjuk elfogadni, és nem értjük, hogy egyes emberek mit engedhetnek meg maguknak. Megszomorítják itt 30-40 ezer ember életét. Ez már túl sok. Bárki is az a vállalkozó. Miért gondolják, hogy esetleg szándékosság lehetett ebben a történetben? Hát mert így könnyen meg lehet szabadulni bizonyos fajta veszélyes vagy veszélyesnek mondható anyagoktól, mert tudjuk egyébként, hogy ott raknak le ilyen anyagokat is, nem is tagadják, én úgy tudom, a tulajdonosok, és így könnyen meg lehet tőle szabadulni. Szerintem ennyi a története. Erről a mostani tűzről kaptak-e a katasztrófavédőktől, vagy akár a cégtől egyébként a tájékoztatást? Megmondom őszintén, hogy még nem tudok ilyenről. Igaz, hogy a mai napon nem vagyok bent a hivatalban, itthon van dolgom, de elképzelhető, még a jegyző nem értesített erről, hogy kaptunk volna ilyen tájékoztatást. Mit tud tenni Heréd önkormányzata a hasonló ügyekben ezzel a céggel szemben? Tiltakozni, felemelni a hangunkat. Szó volt arról, már a képviselő úrral is beszélgettünk erről a kérdésről, hogy egyfajta ilyen tiltakozásként ilyen alásírásgyűjtési akciót fogunk tervezni, de úgy látom már ennek nagyon itt van az ideje. És ezt mindenképpen ezzel nem föl kell lépni, hát ezt nem lehet hagyni. Mint az előbb mondtam, nehogy már egyes emberek itt megszabaduljanak bizonyos dolgaiktól, és óriási bevételek keletkezzenek. Olyan információnk is van, itt a szagra utalnék, ami rendszeres már az emberek már bele vannak törődve, nem tudnak mit kezdeni vele. Olyan információnk van, hogy Budapestről ide szállítják a szennyvíz iszapot. Hát ez egy kicsit furcsa nekem. Azt is tudjuk, hogy ott a pernyahányó környékén, jól ismerem azt a területet, nem túl messzire, ott kutak vannak. Hát nem tudom, de az ivóvízbázist ez nem veszélyezteti. Hiszen a Zagyva völgye, ez a Zagyva medence, én tudom, óriási vízkészlettel rendelkezik. Hát azért ez már igazán nem kéne.